Hát itt a vizet azt nem találtunk. Erre együnk füvet. Hogyha... Ebben rengeteg nedvesség van. Hogyha végképp éhesek vagyunk, meg lehet enni a fák kérgét is. Sok benne a fehérje. Na, találtunk egy másik érdekes. Az jó, ez csapda meg. Igen. A csapda, a buzi zserje. Tökéletes palac csapda. Ezzel foghatunk mindenféle élőlényt. És várjon, elkészítjük. Két fűszából lehet kraftolni egy madzagot. De ha nincs fűszálunk, akkor keresünk hozzá fűzőt. A fűszából elkészített madzag. Nincsen minél a félre. Nagyon sikeres. Rákötjük a végén. Igen. És jó, ha a csajnak van valami, amire akad a zárnak. Olyan zöldet veszünk rá, szeretjük az állapot. Igen. Várjanak, hozok csalit, mert ezt már, amikor mi álltunk az erdőbe, megkésődik. Yes! Igen, hogy vadászok. Megköttük. A csali megvan. Kössük a csalit. Hát ez jó lesz salátban, meg nem tesszük csalinak, mi esik meg a húshoz. De nem tudja megenni az állat, nincsenek akkor a fogok. De én megeszem. Mindegy, kössük rá. Ez az úgynevezett buzikurok. Ha letesszük a fűbe, hát ezért kimbad ki ilyen. Ha letesszük a fűbe, és egy állat fent akad, akkor ez a hurok automatikusan rátekedik a nyakára. És hogyha sikerül fogunk állatot, le fogjuk mutatni, hogy kell kiperezni, és megnézni. Tartsanak velünk. Most már csak a türelem következik. Igen. Na, állítsd le.